Mindenkinek itt Tipa kell vagyok, és ismételtem most egy különleges videóval készültem nektek. Háttérben látszik Bonnie. Mindjárt sikerül megmutatni. Milyen Bonika? Csak nem megfáradtál? Kicsit kifeküdt. Na jó, van, szerintem hagyjuk aludni. Na, hogy szavamat ne feledjem, ebben a különleges videóban egy kis összegzést szeretnék összerakni. Ez jó kimondta. Összegezni szeretném a novemberi Play It, vagy Play IT, ki hogy szereti kimondani. Szóval erről a Play It rendezvényről szeretnék egy kis összegzést mondani. Ugyanis életemben először voltam egy ilyen rendezvényen, és meg kell mondjam, nagyon tetszett. Hát haverok invitáltak meg tulajdonképpen erre, mert hát ugye magamtól nem szoktam ilyen rendezvényekre menni. Ez látszik is szerintem, mert amúgy csinálnék is videót róla. Általában szoktam, de lényeg az, hogy nem nagyon szoktam ilyenekre menni, de most elmentem, és az a véleményem, hogy nagyon jó kis rendezvény volt. Ugyebár azt kell tudni erről a rendezvényről, hogy ez ilyen gamer-orientált rendezvény, tehát hogy ilyen videójáték standok vannak nyilván, de ilyen mindenféle, a szimulátortól kezdve, tehát a kormányos, meg gázpedálos, meg ilyen minden ellátott szimulátortól kezdve, ilyen VR-os standok, meg ilyen mindenféle játékos standok vannak, és hát alapvetően erről szól, tehát volt egy rész, ahol Nintendo Switch-eket lehet kipróbálni, egy másikon a HTC Vive-ot, azt hiszem, amiben nem biztos, de szóval valamelyik VR-t, de egyébként nem csak azt, rengeteg ilyen VR-os stand volt. Tiszteletét tette egy csomó magyar YouTube-os, és volt szerencsénk találkozni az egyetlen igazi Elek Zoltánnal, a Videoinfo 1-től, a Mesterrel. Szóval már ez önmagában egy hatalmas élmény volt. Úgyhogy a mesternek ezúton is szeretnék jó egészséget kívánni, és a további élmény is jó videózást. De most elmondom, hogy miket láttunk még. Tulajdonképpen ez egy ilyen Play It tripla kászomével című videó is lehetne, tehát ez lesz a neve. Most akkor elmondom, hogy én hogy láttam ezt Play It-et, illetve miket csináltunk. Ugyebár mi egy ilyen normál jeggyel voltunk bent, ez 4000 forintba kerül, helyszínen megváltva, de egyébként lehetett előre rendelni is, az 3500 forint volt, ha jól emlékszem. Mi erről pont lecsúsztunk, sajnos, előre rendelni akartuk, de mindegy, hát így is megvolt, 4000 forint normál jegy, ez nekünk teljesen jó volt. Hát ez igazából csak annyit akar, hogy bemehetsz a rendezvényre, és akkor kipróbáltad a dolgokat, tehát semmi extra. Meg ugye vannak ezek a Deluxe jegyek, Collectors jegy, valami ilyesmik voltak. Utána lehet nézni egyébként. Én valami ilyesmikre emlékszem, ott vannak ilyen mindenféle cuccok, tehát mindenféle egyéb dolgokat kapsz mellé, amellé, hogy beléphetsz. De mi normál jegye voltunk, és hát rengeteg mindent kipróbáltunk. Retro gaming részt, ahol egy csomó ilyen retro számítógépet és konzolt kellett próbálni. Gondolok itt a Commodore 64-re, egy 286-os számítógépre. Azon még stáncoztunk is. Akkor volt a PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox Classic, GameCube, Nintendo 64, régi NES, Sega Mega Drive, csak hogy így említsük egy párat. Ennél azért több volt, és volt Pong is, tehát azt ki is próbáltuk adani, az nagy volt. Az ahhoz képest, hogy mai szemmel primitív, meg teljesen egyszerű játék, ez tök jó lehet vele lenni. És erre majd kicsit visszatérünk, meg úgy a retro játékokra is, de ez volt az egyik, amit kipróbáltunk, aztán hát most nem sorrendben megyek, de kipróbáltuk a Just Dance-et is, az is nagy móka volt, hát én nem szerepeltem túlságosan jó rajta, de mentségem legyen, hogy először Just Dance-eltem, úgyhogy hát az is jó volt, el voltunk vele. Azt is érdemes kipróbálni, hogyha egyszer elmentek rá. Látunk egy csomó szépséges járgányt, főleg az a rendőr Dodge Charger így nagyon elnyelte a tetszésemet.
arról csináltam is egy csomó képet. A srácok kipróbálták az egyik szimulátort is. Cosplay versenyt is néztünk. Hát nem még azért egy csomó minden mást is. Hát azért végigmenni az egészen, az tényleg egy egész napot igénybe vesz. Tehát hogyha mindent ki akartok ott próbálni, ezt el lehet mondani. Meg gyűjtöttünk egy csomó lootot is. Legalábbis én elhoztam egy jó pár dolgot. Olyanokat, mint nyakbavaló. Még több nyakbavaló. Ez már két oldalas. Lehetett nyerni ilyen kulacsot. Ez is tök jól néz ki szerintem. A posztereket is szereztem. Legúsokat, úgyhogy abszolút a hozzám illenek. Még egy poszter, hát ez egy kicsit már viseletesebb, de akkor tudom, teljesen jól néz ki. Meg ami talán nálam a lootolásban egy fénypont volt. Funko Pop figurák, biztos, hogy hallottatok már róluk. Ezek Crash Bandicootosok, úgyhogy... Én úgy voltam vele, hogy ha valami relikát el kell hozni onnan, akkor ezeket kell. Na röviden tömören ennyit a első playtest élményeimről, és akkor most következzen két videó, amit a retro gaminges részlegen vettem föl. Az egyik a Pongozás Adanival, a másik pedig a Martin szórakozása a Nintendo-s Super Mario Bros. 1-jel. Az utóbbit egy kicsit erősebben meg fogom vágni, mert tévé, amin ment a Nintendo, annak a frekvenciája az nem éppen egyenlő volt a telefonéval. Emiatt ennyi szóval villódzott, úgyhogy azért megpróbálok egy ilyen nézhető kis tésztet összehozni belőle. Remélem, hogy tetszeni fog, és akkor hát lássuk ezt a két videót, és jó szórakozást kívánok hozzá, éve. Hát most adogató szervák vannak. Hogy lett nekem 7 pontom? Azt nem értem. Jaj! Most mindenkinek 14 lett, mi az Isten? 14-ig megy. Ja, hogy addig megy. Ja. Világos. Dani, vigyázz el! Mindjárt rage time lesz! Basszus! Hát figyelj, ott a rage room! Ott én nem voltam! Na majd leszel! Bassz! Mi megyek a rage room-ba? Tényleg! Jaj! Megyek a rage room-ba károkodni! Ez szép! Ez jó! Az mi volt már? De ez mi ez a sebesség? Hát nem ekkora volt a sebesség ennek a izének. Elközelebb az... Basszus! Bassz! Jó, az egy kézzel nehéz, maradjunk annyiba. Ott van a kadásunkban offline pong is. Pingpong asztalütőkkel. Ja. Az az offline pong. Igen, már csak egy kell. Mindjárt nekem is. Az meg, igen, na, döntő. Oh. Meg két ponttal kell nyerni. Tudod, hogy pingpongba két ponttal kell nyerni, minimum egy ponttal nem lehet. Aha. Ez... Na, na most vége. Ja. Aztán nyert a 15-15. Jó, már Adoni nyert. Ez meg a másik jó. Az se rossz. Jó, egyébként ez maga a gép. Jó, a személyzetnél még ilyen pontokat kell nézegetni egy év, ez majd olyan. Szóval, hogy itt vannak a gépek, egy egész körbe. A végén azért videóban a sportbán, az egy kis viszont. Srácok ott vannak elől. Zoli az PS2-zik, Martin az GameCube-ozik. Még itt nyomatjuk. Ja, még itt nyomatjuk a pongot. Ezt kell tekergetni, és akkor úgy megy. Na jó van. De hogy kezd visszatenni? Ja, így? Nézzél, van egy prehistoric megszállt. Ja, itt meg a sima 280, de ezt nem mutattam még meg. Martin és az NES. Super Mario. Úristen. Ez egy élvezetes videó lesz, úgy érzem. Hát, ez nagyon durva. Arra van, Atari. Ez pont nem jut eszembe, mi a címe, meg a Pong.
erre van még Sega Mega Drive is. Meg a többi. PS1, N64, PS2, GameCube, Dreamcast, Xbox, a klasszikus Xbox, meg egy csomó régi számítógép, Commodore, PC is van. Van valami cosplay. Maddig koncentrál. Na, az GG volt. Dupla gyilo. Hoppá! 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 Háttérben látjátok a Danit is. Ja, izé! Ha? Rossz. Kár, nem vettem föl. Na itt vigyázzál, mert nem lehet átugrani rajta. Lehet. Na, menj a negyedikbe. Ezt végigjátszunk. És ott van benne a kazetta is. Igazi retro csemege. Jajjaj. Tovább csúszik, amikor ugrak egyet. Azt gyere át! Ez ugyanúgy ilyen izé, ilyen technőszerű van. Na? Olyan egy balfasz vagyok, hogy az hihetetlen balfasz. Végig lehet menni rajta amúgy. Itt is. Itt is lesz egy izé balkrum. Hát most mi van abban? Nem most mi van abban, annyi. Ó, de ez nagyon érzetetlen lesz. Nem baj, csak dob jelleg. I failed.